Első fokon 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától Kolompár Orbánt, az országos cigány önkormányzat egykori elnökét, a Kecskeméti Városi Bíróság. A 3 vádpont egyike szerint az OCÖ volt vezetője 10 millió forintot vett fel a szervezet pénztárából, majd sajátjaként kezelte azt. Az OCÖ volt vezetője szerint koncepciós eljárás eredményeként ítélték el. 3 év után ma hirdettek ítéletet Kolompár Orbán, az országos cigány önkormányzat egykori vezetőjének ügyében. A korábbi roma vezetőt és társait azzal vádolták, hogy segítségükkel a kiskunmajsai cigány szervezet egy uniós foglalkoztatási pályázaton 109 millió, a hazai költségvetésből pedig 36 millió forintot szerzett meg jogosulatlanul. Kolompár Orbán elsőrendű vádlott, bűnös. Kettőrendbeli részben társtettesként, részben folytatólagosan elkövetett jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettében. A Kolompár Orbán és 8 társa ellen 2009. novemberében megkezdett, majd 2010 nyarán újraindult perben 3 ügyet egyesítettek. Az egyik szerint az OCÖ volt elnöke 10 millió forintot vett fel a szervezet pénztárából, majd sajátjaként kezelte azt. Ezért a bíróság Kolompár Orbán elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül 1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szökésbe levő Kolompár László másodrendű vádlottat jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntette, valamint az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélték. Kolompár Orbán egyelőre nem tudta megmondani, hogy fellebbez-e az ítélet ellen. Ha úgy döntök, hogy nem fellebbezek, akkor felemelt fővel megyek be a börtönbe, vonulok be a börtönben, hisz tudom, hogy ennek a büntető eljárásnak a motivuma az elsősorban politikai indítékra indult, hiszen a büntető eljárásban a Jobbik cigánybűnözésre vonatkozó fogalmát kellett a őt létrehozó politikának legalizálni, és ennek az első számú szenvedő alanya nyilvánvalóan én voltam. Tudtam az elején, hogy én ebből az eljárásból tisztán nem jöhetek ki, hiszen cigányként, politikusként én úgy gondolom, hogy ebben az országban nem születhetnek hősök, nem születhetnek mártírok. Az egykori cigányvezető hozzátette, bízik abban, hogy eljön az az idő, amikor őt is, akár csak a rendszerváltáskor Nagy Imrét vagy Mindszenty Bíborost rehabilitálni fogják.